Sziasztok, rapszódiások és nem rapszódiások! Itt vagyunk újra a ma esti live-on, a szerda és vasárnapi live-ok, szokásos live-okon, illetve régi live-okon. Sajnos az utóbbi egy-két évben ezt a szokást megszüntettük, illetve a környezet megszüntette velünk, de most közkívánatra újra itt vagyunk, és remélhetőleg mások is itt lesznek velünk ezen a mai estén, hiszen egy olyan fontos, érdekes témáról lesz szó ma este, mint ahogy már bevezettük, illetve a bevezetőben is beszéltünk róla, a hajószakácsoknak a munkájáról, illetve a életkörülményekről, munkakörülményeikről lesz szó, ami egy érdekes téma, hiszen nem olyan munkahelyről és munkakörülményekről van szó, mint a normál szakácsoknak a munkája, hanem ettől egy kicsit eltér. És itt van ma este, és a stúdióban már várakozik a kedvenc meghívott vendégem ma estére, Ritgasser Attila, akivel nagyon sokat dolgoztunk már együtt, régóta ismerjük egymást, régóta hajózunk egymással, illetve hát a céggel, amivel dolgoztunk, és őt kértem meg, hogy ma este vendégem legyen, és erről a témáról beszélgessünk, hiszen ő az egyik leghitelesebb tudója és beszélője ennek a témának, hiszen, de ezt majd ő majd elmondja, úgyhogy most mindjárt be is kapcsoljuk, és elvileg itt van velünk Attila. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy itt vagy ma este, és amint az előbb a bevezetőben is említettem, az egyik leghitelesebb szemét hívtam meg ma estére a beszélgetésre, azért, hogy arról beszéljünk, hogy mi is ez a hajószakács szakma, illetve munka, és azzal kezdtem, hogy már régóta ismerjük egymást, és te vagy az egyik leghitelesebb személy, aki erről tud beszélni. Röviden el tudod mondani, hogy mitől vagy te hiteles? Hát, nagyon rosszul hallak benneteket, vagy téged, Éva. Remélem, engem jobban hallotok. Majd lehet, hogy visszakérdezek egy párszor, mert tényleg rossz a hang, de teljesen akkor, mindegy. Aki itt van velünk, az írjon nekem egy egyes, legyen szíves, hogy lássam, hogy minden rendben van, és jól hallotok bennünket. Rögtön meg is nézem. Egy pillanatra csak elugrottam. És jó, hát engem hallotok, akkor oké. Okay. Igen, elvileg megy minden, úgyhogy jó vagyunk. Na, szóval, azzal akkor, kezdtem, hogy hiteles. Ahogy az Éva már bekommentálta, Ritgasser Attila vagyok, 24 éve kezdtem, vettem fel az Évával a kapcsolatot, és kezdtem a Croazuroknál dolgozni, mint szakács, a séf mellett, tehát több beosztásunk van. Van a hajón a hajónak a séfje, van utána egy szögonnak nevezett séfhelyettes beosztás mondjuk itthon, és van a sima szakács, a Pomme de Cuisine. Hát én is alulról kezdtem, mint mindannyian szinte. Ez a legjobb. Pomme de Cuisine-ként két-három évet dolgoztam, és utána lettem séf az egyik új hajón. Teljesen más a munka és az élet, mint itthon egy étteremben, vagy egy konyhán, vagy akár egy szállodában, ugye mi több hónapot, két-három hónapot ledolgozunk, miután haza tudunk jönni szabadságra, és elég zárt a légkör, ez a neheze. De világot látunk, olyan helyekre eljárunk, ahova nem mennénk el, és maga a munka az, aki szerintem aki akar dolgozni, és meg akarja tanulni, annak ez működik. Tehát itt csak szerintem akarat kérdése az egész. Tudsz egy pár szót beszélni, hogy hogy néz ki a konyha, hogy működik? Hát ha olyan szakácsok vagy olyan emberek vannak körülöttünk, akik dolgoztak konyhába, akkor érdekesebb nekik ez a történet. Fel vagyunk szerelve, viszonylag nagyon jó felszereltségénk vannak, egyetemes konyhagépek, szeletelőgép, kombisütők, az ilyen 20-25 ezer euró környéki sütőink vannak, amik gőzölnek, sütnek, sütvepárolnak, billenőpárolónk, van elektromos főzőlapunk, minden elektromos egyébként a konyhán, és olajsütőink.
igazából tányérmelegítő, és a hűtők, mély hűtőkamra, szárazárú részleg és egy mosogató rész. Van a konyhán legalább a kétszintes hajókon kettő szakács, ha büfés hajókon három, háromszintes hajókon három szakács plusz, van ezt egy most mosogatón. Szerintem magyarázd el egy kicsit részletesebben, mert három szinte, hány fős, hány teríték, hány vendég. A kétszintes hajóink, most átlagot mondok, mert nem tudom felsorolni az összes hajóinkat, hogy mi merre, hány méter, de az átlagunk, a kétszintes hajók az 150 fő vendéggel bír, körülbelül 30 személyzettel. Na most erre van kettő szakács, egy séf, egy szakács, egy mosogató, és hát a lányok is segítenek sokat, sőt, nem segítenek, hanem sokat dolgoznak velünk a konyhán, ők pucolnak nekünk, ők csinálják a fehér edények mosogatását, de az ételeink az menüjellegű étkeztetés, egy, a reggelink az egy átlag standard reggeli meleg sült kolbászokkal, szalonnával, tojásokkal, talámi, szalámistálak, sajtostálak, gyümölcsök, mindenféle extra. A főételénk, az ebédeltetés és a vacsoráztatás, az menüjellegű étkeztetés. 3, 4, 5 fogásos menünk vannak, van előétel, főétel, sajt, desszert, étvágyfalatok. Ez egy sima, azt mondom, egy kétszintes, 150 fős hajó, akkor van olyan hajónk, ami kétszintes, de büfénk van rajta, akkor ott délben mindig büfé jellegű étkeztetésünk van. És vannak a háromszintes hajóink, azok 180 fősek plusz a személyzet. Ők többnyire Aldunát járnak, vagy Strasbourg van egy 3-4 ilyen hajónk. Ők három szakáccsal vannak. De mivel menü jellegű az étkeztetésünk, ezért mi minden hónapban, tehát minden úton adott menüvel dolgozunk, ami előre le van írva. Ez van egy könyvünk, egy füstechniknek nevezett receptkönyvünk, ami fényképpel, anyaghányaddal benne van, tehát könnyen tanulható, franciául van, de könnyen tanulható. És az árunk havonta jön egyszer. Alapanyagokról tudsz valamit mondani? Hát az biztosan merem állítani, hogy aki hozzánk jön szakásnak, annak a 90-95%-a nem dolgozott ezekkel az anyagokkal. Nem valószínű, hogy dolgozott ezekkel az anyagokkal, úgyhogy igazából a tengeri hal fajtákból van 7-8 fajtánk, dolgozunk marha, sok marhahússal, ott is különféle bélszintől egészen az apró marhahúsig, sertéssel, csirke, mindenféle csirkeszármazék, töltött csirke, roládóktól kezdve éppen egy sima csirkecombig is. Akár ezek nekünk nyersen, fagyasztva, de nagyon sok félkész állapotba jön. A desszerteink például, ugye nekünk a HACCP miatt, hogy minden más országban vannak a hajóink, nekünk ez így jobban ellenőrzött, mint bárhonnan megvásárolni az árut. Úgyhogy ez... De azért akartam csak ezt elmondani, hogy szerintem megszakadtunk egy pillanatra, de remélhetőleg nem sokat veszítettünk vele. Hogy például a jön egy szakács betanulónak, egy-két hónap betanulóidő alatt tulajdonképpen megcsinál 4-5-6 egyforma utat. Tehát igazából, hogyha azokat az utaknak a menüjét meg tudja tanulni, és akarja csinálni, akkor teljesen egyszerű, a többi már jön majd magától, csak nyilván dolgozni kell, nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem, azért munka sok van. Tehát aki szakásnak jön, az tudja, hogy nem egy... Nem egy leányálom mindig, de ez teljesen normális a mi szakmánkban. A beosztásokról tudsz valamit? Tehát mennyit, mikor, hány órakor kezd? Hát most egy átlagot elmondok, mert nyilván azt tudod nagyon jó te is, hogy ez programfüggő az utasoknak, de egy átlagos napunk az úgy van, hogy mondjuk reggel 7:30-tól 9-ig van reggelink, mi 7:30-ra megyünk a szakácsok, 7:30-ra ott vannak a konyhám, úgy szoktuk mondani, megkávézva, megreggelizve, 7:30-kor elkezdünk dolgozni, 11 óráig, 11 órakor személyzeti étkezés, 11:30-ig, 12:30-kor előkészülünk a szervízre, délbe elkezdődik a szervíz, 2-re, többnyire összetakarítva megvagyunk, délután 2-től olyan 4:30-5-ig, siesta,
van igazából, hogyha hoppá, valami. Igen, szerintem egy fordították. Én nem nyúltam hozzá, tehát mindegy, Várjál. mindjárt nézem, valami probléma van, nem tudom, hogy hallotok egyáltalán. Na, Na, megvan. Jó, most jó? Jó. Meg vagyok? Meg jól van. Délután siestánk van, 2-től 5-ig, körül 4:30-5-ig, 5-kor megyünk ismét a konyhára, amit előkészítettünk, személyzeti vacsora 6 órakor, még ami maradék van a vacsorához előkészíteni, ezt megoldjuk, 6-tól 7:30-ig személyzeti étkezés, 7-ig előkészülünk a szervizre, és úgy 9 környékén meg vagyunk ismét összetakarítva. A hajó minden nap szinte megáll, tehát a délutáni siestába vagy kimegy az ember, vagy pihen a kabinba, vagy igazából azt csinál, amit akar. Körülbelül ennyi egy nap, kivéve amikor nyilván árunk jön, akkor délelőtt egy kicsit húzósabb, kicsit jobban készülünk elő előtte való nap, hogy másnap délelőtt legyen időnk pakolni, de csináljuk sokan, sok 10 éve, tehát ez működik, ezzel nincsen semmi probléma, azt gondolom. Hogy látod a különbséget egy normál, tehát aki most, ha van itt jelentkező, aki normál étteremben vagy szállodában dolgozott, hogy tudnád összefoglalni a különbséget pro és kontra? Tehát miért jó, miért más, miért rosszabb, ha rosszabb? Azt gondolom, hogy étterem, szálloda, tehát inkább úgy jellemezném, hogy à la carte étkeztetés, és a milyen között az a különbség, hogy sokkal, itt is van stressz, de sokkal stresszmentesebb, és kevésbé pörgősebb. Tehát itt azon múlik az egész munka, hogy az emberre rá van rakva a posztja, a feladata, megtanulja, segítünk neki, hogy tud minél jobban előkészülni. Itt az előkészületeken van a hangsúly. Ha jó, kényelmesen, szépen dolgozva előbír készülni, és mindenki előbír készülni, ha akar, akkor a szerviz az már tiszta stresszmentes tényleg, tehát nincs probléma. Azért egy à la carte étteremben az sokkal pörgősebb, sokkal stresszesebb, ugye itt nincs az, hogy elfogy valami, gyorsan utána kell gyártani, itt minden, mikor elkezdjük a szerviszt, arra 150 főre megvan az előételünk, a főételünk, a sajtunk, a desszertünk, azt kitálalni kell időre, de nem rádobjuk a vendégre, tehát igazából szerintem stresszmentesebb, mint egy kevésbé stresszel jár, mint egy à la carte étterem. Most én sokat nem... Kinek javasolnád ezt a munkát? Hát mindenféleképpen én ahogy végeztem ugye az iskolába, én voltam előtte Németországban, és utána jöttem ide dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó betanulásnak, akik végzett, egy kicsit nyelvet tud gyakorolni, átlátja ezt a külföldi munka lényegét, hogy milyen tisztán kell dolgozni, hogy milyen precízen kell dolgozni, és ezt, hogyha valaki későbbiekben ezt mindenféleképpen tudja, ha csúnyán akarom mondani, pénzre tudja váltani ezt a tapasztalatát. De tényleg így van, mert a dekorációk sajnos a mai iskola rendszerben állunk, ezek minden vannak nyomva, és ez elég fontos dolog. Tehát azt gondolom, hogy én a fiatalokat mondtam volna pár évvel ezelőtt, de most nagyon sok kollégám van a Dunán, akik ilyen 50-60 között vannak, és hotelekből jöttek át dolgozni, és azt mondták, nekik nyilván nagyobb tapasztalatuk van ebben, mert ők ledolgoztak 30 évet à la carte-ba, és azt mondták, hogy teljesen sok minimális a stressz ahhoz képest, ami ők azért hagyták azt abban, mert akkora volt a stressz, és teljesen jó érzik magukat. A csapatunk ugye az 20 éves és 60 között van, tehát azt gondolom a séfeink azok fiatalok, fiatalosak, szerintem aki bírja a terhelést, mint mindenhol, az bárki jöhet. A hölgyekkel, bocsánat, ezt hozzá kell tennem, a hölgyekkel annyi problémánk van, az nem a munka és a kitartásban, hanem ott egy kicsit komplikáltabb nekünk az elhelyezés, de hát azt tudod nagyon jól, azon még próbálunk dolgozni, de nálam van 2 lány például, én nagyon meg vagyok velük is elégedve, terhelhetőek, csinálják a dolgokat. Azt azért mondjuk el, vagy fordítsuk le a köznyelvre, hogy ez mit jelent, ugyanis a személyzet
kettő ágyas vagy három ágyas kabinokban Nem. alszik? A személyzet az mindig három ágyas kabinokban alszik, kivéve a parancsnokot, a séfet és a hotelmenedzsert. Őnekik külön kabinjuk van, azért, mert őnekik nincsen szabadnapjuk. Ők szabadnap nélkül csak a szabadságuk van. Tulajdonképpen ők valamikor 3-4 hónapot ledolgoznak szabadnap nélkül a többieknek, az összes másik beosztásnak hetente van egy szabadnapja, és általában úgy szokták, mivel hogy ez adott itt a hely, tehát itt nincs nagyon választási lehetőség, általában egy beosztás szokott egy kabinba lenni. Most nálunk nyilván van olyan, hogy ketten laknak egy kabinba, de ehhez mondjuk szerencse kell. Tehát ez általában a három. Egy Tehát háromágyas kabin zuhanyzóval, WC-vel. ezért mondtad azt, hogy a lányokkal az a probléma, illetve hát nem probléma, csak egy Igen. nehézség, hogy a lányok ugye lányos kabinban vannak, a fiúk fiúk kabinban, Így a van, lányok, így van. lány, nagyon sok lány dolgozik a housekeepingbe, tehát takarító lányok, Így felszolgáló van. lányok, és vannak fiúk, akik sok, nagy része a fiúk, matrózoknak fiúk, Egészségetek. egészségedre, a konyhásoknak is nagy része fiú, tehát itt a hajónak az elszállásolását kell összehozni, hogy a fiúk fiúk kabinban, a lányok lányok kabinban mennek. Igen, Ez a ugye. gond, vagy a nehézség, illetve így kell megoldani a fiú szakács és a lány szakács gondot. Szoktunk olyat csinálni egyetértésben a vezetéssel is egyébként, hogyha nem telt házunk van, és van vedék, amin üres, és le van terhelve a személy, szoktunk adni kabint a személyzetnek, csak nyilván ez nem állandó, ez egy útra szól, vagy valami, de ez hogy mondjam, ez nem jár, ez adható. Igen. Nyilván szoktunk adni. Én speciál, én csak a saját embereim nevébe tudok beszélni. Én általában olyan 2,5 hónapra szoktam szabadságot adni, mivel hogy van egy nap szabadnapjuk, és nekem figyelnem kell azt is, hogy január-februárban megállunk, legyen elég napjuk, hogy haza tudjanak jönni március közepéig, kapják a fizetésüket, ne az legyen, hogy el legyenek ráncigálva bárhova, máshova dolgozni a cégen belül, úgyhogy én ilyen 2,5 hónapra dolgoztatom őket, 2 hét szabadsággal, vagy 3, ahogy kijön, és akkor utána január, tehát el tudom mondani, hogy körülbelül nálam 8,5-9 hónapot dolgoznak egy évben. Ezt is egy kicsit lefordítjuk köznyelvre, ami azt jelenti, hogy általában határozatlan idejű szerződések vannak szabad nappal és szabadsággal, ami azt jelenti, hogy a szabadságot össze lehet gyűjteni, és erre az időszakra, amit említettél, a hosszabb szabadság, tehát amikor kevesebb turista szezon, kevésbé van turista szezon, kevesebb turista van, akkor szokták hosszabb szabadságra kivenni, illetve nyáron rövidebbekre el lehet menni. Visszatérve, mert mondtad az előbb, hogy sokan jöttek szállodákból, éttermekből, milyen alapképzettség, tehát hogyha valaki jelentkezik, és nem járt például szakácsiskolában, nem dolgozott étterembe, szállodába, de szeretne Igen. ezen a karrieren Igen. elindulni, milyen lehetőségei vannak annak? Hát nekem mindenféleképpen szükségem van arra, hogyha valaki nem járt szakácsiskolába, tehát nincs meg egy alapja, amit tanult alapja, de dolgozott étteremben, van 2-3 olyan kollégám, aki dolgozott étteremben, és nem szakács, tehát annak van már egy szakmai alapja, nem tanul, de szakmai alapja, eljön, megpróbálja, én azt gondolom, hogy az akaraton múlik. Mi megteszünk mindent, hogy ő neki ez menjen, de egy alapképzettség kell, ha nem is iskolába, akkor munkahelyen. De úgy, hogy bejövök az utcáról, és mondjuk villanyszerelő voltam, és eljövök szakásnak, mert én se tudok elmenni villanyszerelni nyilván, tehát azért valami kell, hogy dolgozott, és a legjobb az, amikor a jelentkezésnél a jelentkező elmondja az igazat, tehát nem kell fölösleges fényképek, meg ez úgyis 3 nap után kiderül. És akkor jó, hogy tudjuk, én fölvettem, tehát engem ez nem zavar, mert mindenhol ezt el kell kezdeni, mi segítünk benne, ha akar, ha benne van az akarat, és a úgy mondom inkább, hogy a munkához az alázat, akkor ez működni is fog. Nyelveket a Dunai szakaszra lehet, hogy nem nagyon kell, viszont mondtad, hogy beszéljek arról is, hogy előrébb lehet, feljebb lehet lépni, ahhoz viszont kell nyelv. Tehát
Azt gondolom, hogy sokan abba Ez a lett hibába volna a esnek, hogy következő kijönnek. kérdés. Igen, azt gondolom, sokan abba a hibába kijönnek, hogy kim vannak 10 évig, és nem bír megszólalni se németül, se franciául. És elment fölöslegesen 10 éve. Hát nyugodtan meg tudott volna kicsit tanulni, ha akar. De ez embere válogatja. Ez... És hogyha valaki úgy dolgozik, ahogy a következő kérdés lett volna, úgy dolgozik. Igen. Én azt gondolom, hogy abszolút van mindenkinek esélye, aki jól dolgozik, és egy nyelvet legalább elsajátít, mert ugye a rendeléseket mi franciául adjuk le, Németországba, Ausztriába, Magyarországon is rendelünk beszállítóktól, tehát ott valamit kell tudni, hogy el tudjam mondani azt a paradicsomot, azt az uborkát, és a többit, hogy mi micsoda. Úgyhogy egy nyelvet kell. Ha jól dolgozik, akkor én azt gondolom, megvan annak ennek a folyamatai, tehát a szakács az alap, amikor kijön. Hogyha azt gondolom, egy-két szezon kell ahhoz, hogy átlássa a helyzetet, és mondjuk lehessen szögon, cséfhelyettes mondjuk. És utána megint eltelik egy kis idő, egy-két év, tehát nem olyan nagyon hosszú évekről beszélek. Van olyan, aki egy év alatt cséf lett. És az lehet cséf, persze, hogy lehet cséf, de hát azért tenni kell. Azt gondolom, hogy az nem csak úgy nagyon, mint a fő, azért tenni kell, de ha az akarat megvan, akkor mindent. Van olyan 2-3 séfem, aki mosogatóként kezdett, nem szakács tapasztalattal. Ez lett volna mosogató. Még egy kérdés, amikor tényleg nulláról jött valaki, és szeretne a konyhába dolgozni, de nem tud elindulni sehol, nem dolgozott Magyarországon, az is jöhet, és hogyan? Ha az jön, akkor tapasztalat nélkül, és nem dolgozott még konyhán, akkor én azt gondolom, hogy ő mosogatónak jöjjön. Uh-huh. Eljön mosogatónak, átlátja a konyhai életet. A konyhai életet átlátja, egyre többet tud nekünk segíteni. Mert úgy van a munkája azért, hogy kell dolgoznia, de többnyire velünk dolgozik. És hogyha van benne akarat, és előrébb akar lépni, ez fog jönni, tehát ez látszik, ő is tudni fogja, és mi is, hogy akar, és ha akarja, akkor látjuk is. Vannak, így ahogy mondtad is, van 2-3 olyan séfem, aki mosogatóként kezdett, és nagyon-nagyon megbízható, és nagyon ügyes, jó emberek, tehát itt tanulták meg ezt, amit kellett. Lehet kezdeni például a személyzeti kajával. Hát az nagyon fontos, ugye azt azért elmondom, hogy főleg nálam, Dunán magyar személyzet van. A franciáknál jellemző azért ez a félig kész, megrendelt áru, és akkor nem kell sokat dolgozni vele. Na, nálunk ilyen nincs a Dunán. Mi erre rendelünk húst, és minden, a személyzet elege dolgozik ahhoz, hogy megérdemelje azt, hogy ugyanúgy főzünk rájuk, mint bármi. Úgyhogy főzünk minden nap legalább 2 friss ételt. Nyilván van olyan, hogy pizzánk, vagy valami, amit fölturbózunk, és adunk még pluszba, de mi minden nap főzünk a dunaiak, minden nap főznek a személyzetre, és ott mehet a magyar kaja, mert a magyarok szeretik a magyar kaját, ugye? De van minden, minden ételt főzünk, tényleg, tehát azért főzünk, tényleg, most nem tudok példát mondani, de a sertés pörköltől a tatárbisztekig van, tehát nincs limit a személyzetnek az étkezésre, csak jó legyen, az a lényeg. Ki állítja össze a személyzeti kaját? Mindig a séf. Uh-huh. Mindig a séf. Én összeírtam a srácokkal, összeültünk egy kétheti személyzeti étkezést, amire azt gondoltuk, hogy ez működik. Tehát van egy alapjuk, de azt választanak belőle, amit akarnak. És már megvan minden hajón az, hogy mit szeret jobban a személyzet, mit nem annyira. Valamelyik hajó csirkés 80%-ban, valamelyik marhát, tehát ez megvan, ez ki kell tapasztalni, de működik. Uh-huh. Mindegy, milyen, csak jó legyen. Még azt is fordítsuk le köznyelvre, hogy azt mondtad, hogy nálam. Tehát te konkrétan most a cégnél mit csinálsz, vagy hogy vagy, vagy mi a Dunai szekciókra van osztva a cég, nyilván folyók és városokhoz van, tehát van a Duna, a Rajna, a Bordeaux, Párizs, van az Elba, és minden folyószakaszon van 6, 5, 6, 4, 5, 6 hajó, és minden folyószakasznak van egy vezetője a konyhának. Én a Dunai hajóknak vagyok a vezetője, nekem van 8 hajóm,
és én tulajdonképpen a szakácsokat, én ellenőrzöm az árut, az itteni beszállítókat, az embereimet a konyhán, hogy dolgoznak. Én adom ki a szabadságot, ha bármilyen ügyes bajos dolgaik vannak, nekem szólnak. Tulajdonképpen én vagyok a kontakt az iroda, és közöttük, de én vagyok az első főnökük. Nyilván a séf az, de a séf meg nekem. Mekkora a csapat? 25-en vagyunk most a Dunán. Egyébként vagyunk 100-an. Ugye 55 hajónk van a cégnek, úgy vagyunk 100-an körülbelül szakácsok, és 25 van a Dunán. Na, akkor még azt megkérdezzük, hogy van-e valakinek konkrét kérdése, de ez azt jelenti, hogy nem csak most, hanem a Facebookon föl lehet tenni még kérdéseket, mert meg fog jelenni ez a videó, a YouTube-ra is fel fogjuk tenni, lehet ott is kérdezni, meg a Facebookon is, és e-mailbe is. Attilát is el tudjátok érni, bármi kérdésetek van még ezen kívül, amire nem gondoltunk, illetve hát foglald össze, hogy mit gondolsz, még mi lenne szükséges, amit el kell mondani. Én azt javaslom esetleg a későbbi jelentkezőknek, hogy mindenféleképpen téged keressenek, és te tartod velem a kontaktot, és természetesen, ha te átadod nekem azt a akár Messenger, akár Viber, akár e-mail, akár telefonszám, mindegy. Én mindenkivel nagyon szívesen beszélek személyesen is utánad az apró dolgokat elmondani, de most nagy vonalakban azért elmondtunk mindent, tehát itt most meglepetés nagyon nem lehet, de például a fizetéseket, ez nem ez a magyar szisztéma szerint, az személyesen, személyre szabottan én mondom el, tehát nincs ilyen, hogy itt mindenki ugyanannyit keres, ha jól dolgozik, akkor is, ha rosszul, akkor is. Tehát ilyen nincsen. Ezeket ezt velem kell megbeszélni. De nagyon szívesen ez akkor is, ha van valami érdeklődés. Tólig pénzezni tudsz? Tólig pénzezni? Tólig. Hát ez nagyon függ attól, hogy milyen beosztásban volt, vagy szeretne jönni, milyen iskolája van, és milyen tapasztalata van. Tehát akkor mondok egy minimumot, jó? Nettóba mondjam? Nettóba. Vagy bruttóba? Az érdekel mindenkit. Bruttóba a minimum az 1750 plusz 50 euró prémium, az éves prémium, tehát az 1800 euró bruttóba, és mindenki bármilyen beosztásban van, április 1-től október 30-ig a cégtől kap egy szezon prémiumot, ami 300 euró bruttó. Tehát most október 30-ig, ha valaki jelentkezik, akkor annak 2100 euró a bruttó, az olyan, hát most fejbe ez nem nagyon megy, de olyan 1650-1700 euró nettó, plusz a borravaló, nálunk osztott borravaló van, nem zsebbe van a borravaló, 6 napos úton ott van a vendég, berakják egy borítékba, amit szeretnének adni, ezt egy ládikába bedobják út végén, a személyzet összeszámolja, és ahányan vagyunk, annyi felé van osztva. Ez most úgy néz ki, hogy a minimum havonta, inkább azt mondanám, hogy a legrosszabb eddig az ilyen 250-300 euró volt per hónap. Tehát akkor, ha ezzel együtt mondom, akkor azt mondom, hogy olyan 3000 vagy 2000 euró környékén van a nettó. De a borravaló az adható, tehát az nem... Nem biztos, igen. Ugye ez vendégfüggő, tehát megvan az, hogyha nem mindegy, hogy francia vagy amerikai vendégünk van, tehát ez nem... Igen. És hogyha megy fölfelé, akkor nyilván, vagy több tapasztalata van, vagy jobb. Nyilván, hogyha fölfelé megy, tehát én ezt most a szakácsoknak a minimumját mondtam. Uh-huh. Azután a tapasztalat, kitartás, tényleg azért már ő dolgozik meg, és minden évben tudunk kicsit menni fölfelé, de ezért folyamatosan dolgozni kell, de azt gondolom, hogy versenyképes a fizetés. A munka arányához képest nem rossz a fizetés, azt gondolom. És teljes ellátás van a hajón, azt elfelejtettem mondani. Tehát, beleértve az utazási költséget is, ruhákat. Az utazási költséget is, természetesen. Az utazási költséget is, de mosás, ágynemű, törölköző, minden ruha, ilyesmi, semmit nem kell hozni. A szakácsoknak kell munkaruha, és késkészlet, mert minden szakács a saját késével dolgozik. Nem pucolóra gondolok, meg kiskésre, azok vannak a hajón, de mindenki saját késével dolgozik, mert vannak olyanok, akiknek
több százezres készlete van, senkinek nem fogja odaadni a kését, tehát ezt azért tudni kell. Jó? Na, hát én azt hiszem, hogy tényleg sok mindent érintettünk. Végül milyen végső jó tanácsot tudnál adni, aki jelentkezik? Gyertek dolgozni! Igen, ennyire egyszerű az egész. Meg kell, én azt gondolom, hogy mindent meg kell próbálni. Ha nem jó, nem jó, akkor tapasztalatból tudod, hogy nem jó esetleg neked. Mert nem, lehet, hogy nem mindenkinek tetszik ez, hogy 2-3 hónapot egy hajón van egy személyzettel. Azért inkább ez az oldala a nehezebb. De hát most én mit tudok erre mondani? Én 24 éve itt vagyok. Tehát én, nyilván nekem tetszett, tehát nekem bejött. Meg van sok olyan kollégám, aki 15-20 éve itt van, és dolgozunk, csináljuk, nem tudom. Én engem a másik oldal annyira nem érdekel. Ez az éttermes, pörgős, kiabálós, nem, ez nem az én világom. Igen, igen. Ki kell próbálni? Na, igen, tehát ha nem próbálod ki, akkor nem is tudod, hogy mi fog tetszeni, vagy ez mi nem fog tetszeni. Jó, azt hiszem, Attila, hogy nagyon sok mindent érintettünk. Köszönöm szépen, hogy az idődet rád szántunk. Én köszönöm, hogy szóltál. És hát reméljük, hogy nagyon sok jó új jelentkező lesz, akikkel együtt tudsz dolgozni a másik 25 évben. Köszönöm. Az annyi már nem lesz. Annyi már nem lesz. Reméljük. Köszönöm, Attila, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Sziasztok. További szép estét. Sziasztok.